Az, hogy ismét világrekordot döntöttem, szép dolog, de mivel nem az első, sőt már sokadik, ezért kezdek hozzászokni. Az új rekordom 20.730 pont. Szerintem még egy ezrest erre rá tudok javítani, de azért ennek is örülök. A világon kevesen tudnak 20.000 pont felett teljesíteni. Azt hiszem, csupán ketten vagy hárman képesek erre rajtam kívül. Én azonban inkább a 21.000 felé tendálok. A versenyeken én vagyok az első számú kiemelt, tehát én sízek utoljára. Így legtöbbször nem is tudják, hogy mit fogok bemutatni. Ha hibátlanul végigmegyek, általában nyerek. A zene viszont csapatjáték. Igen, kellemes szórakozás. Valami, amit élvezek csinálni, és ami nem munka. Kikapcsolódás és jó társasági elfoglaltság. Ez azon ritka dolgok közé tartozik az életemben, amit szeretek társaságban csinálni. A vízi sínél ugyanis teljesen magamra vagyok utalva, és ez inkább az én világom. A vízisí csak versenyszámodra, vagy szerepelsz bemutatókon is? Az esetek 90%-ában szigorúan versenyzünk, edzünk, készülünk. De néha más is van. Bemutatózunk, és tengeri hullámok között jetskivel húznak, vagy olyan is volt már, amikor helikopter húzott. Én ilyenkor teljesen felszabadulok, mert minden nap mindig ugyanazokért a célokért edzem, a győzelem hajt. És ha olykor sikerül valami egészen mást, valami olyat csinálnom, amit még senki sem próbált meg előttem, mint a jet ski vagy a helikopter mögött sízés, ezek igencsak púlzus növelő dolgok. Bátor vagy? Igen, egy kicsivel agresszívebb vagyok, mint a többség. Sok olyan dolgot csináltam már, amit mások még nem, és így ez hatványozódik. Olyan dolgokat akarok uralni, amit senki más nem csinált még. Engem mindig az érdekel, az éltet, ami előttem van. Ha csinálok valamit, nem azzal vagyok elfoglalva, hogy milyen nagy dolgot csináltam, hanem hogy mi lesz a következő. High on what I just did, I'm high on what I can do after that. Azt hiszem, bajban leszel, ha megöregszel. Igen, sokszor úgy kellek reggel, hogy mindenem fáj az előző napi edzéstől. De tudod, ez nem egy rossz érzés. Mert ha nem lenne izomlázam, az azt jelenteni, hogy nem dolgoztam eleget aznap.